Kovács Gábor Magyarország egyik legvagyonosabb embere, a Bankár Holding vezérigazgatója, nagy karrier, hosszú utat futott be. Moszkvában az IMU-n a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakon tanultam, Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjasként, Magyar Nemzeti Bankban kezdtem, 5 évig dolgoztam a devizgazdálkodási főosztályon, nyugati hitelfelvételekkel foglalkoztam, majd amikor a Nemzeti Bank megalapította Citibankkal közösen a Citibank Budapest RT-t, akkor a Citibank engem átkért a Nemzeti Banktól, én lettem a bank első alkalmazottja, ügyvezető igazgatója, semmiből csináltunk egy bankot. A Citibank aztán áthelyezte Kovács Gábort Londonba, ahol a Magyarországon az addig ismeretlen kereskedelmi banki világ fortéjait megtanulta. 91-ben végül is úgy jöttem haza Magyarországra, hogy tudtam mi az, hogy kereskedelmi banki szakma, tudtam mi az, hogy investment banki, merchant banki szakma, és akkor tudásban, tapasztalatban ma merem mondani, hogy volt 3 év helyzeti előnyöm a piacon, mert 91-ben például investment banki világban, gondolkodásban, filozófiában, tudásban ez a magyar piac még nagyon-nagyon szűz volt. Szerencsém volt, hogy korábban láttam azt a világot, ami kialakult Magyarországon. A Bankár Holding lett aztán Kovács Gábor nagy sikert futott cége. A hazai pénzügyi világban néhány év alatt spicre jutottak. A vezérigazgató általában jól érezte, hogy merre felé kell mozdulni. Eredetileg tanácsot adtunk, hitelt közvetítettünk, utána megvásároltuk az első vállalatunkat, utána megcsináltuk az értékpapírkereskedő céget, elkezdtünk vagyonkezeléssel foglalkozni, investment bankot építeni. Mindez egy nagyon szerteágazó tevékenységé fejlődött a 90-es évek végére, ám időközben a piaci környezet megváltozott, és Kovács Gábor is új befektetések, másfajta üzleti lehetőségek után nézett, így épült fel Magyarország első magánkórháza is. Többek között a Telki Kórház az egészségügyben, vagy a Gróf Butler borászat a borösszefüggésben, jó néhány ingatlan befektetésünk van, ugye ismeretes a Kogárt, mint művészeti alapítvány, ami nem üzlet, hanem egy kiemelten közhasznú alapítvány. Van egy kis képkereskedésünk a Kogárt árnyékában, van jó néhány innovációs befektetésünk. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogy Kovács Gábor a saját vagyonát kezelte, és új utakat keresett. Politikai szerepet semmiképpen nem vállalna. A jövőben is a saját vagyonának kezelése marad a középpontban, a mecénás szerep és a még újabb vizekre evezés. Látom a spiritualitásnak a szerepét a 21. században, egy megnövekedett szerepet, és sokkal inkább foglalkoznék azzal, hogy hogy lehet egy nagy nemzetközi spirituális alapítvány feltételeit megteremteni. Aki ennyi fajta tevékenységen van túl, számos nagy volumenű befektetéssel a háta mögött, biztosan tudja a siker receptjét. Kovács Gábor szerint a karrierhez nem elég pusztán a sok munka és némi szerencse. Ha most le akarom egyszerűsíteni, ehhez a szakmához is ugyanaz kell, mint szinte minden máshoz. Elsősorban alázat.